Így történt, hogy 50 éve 1967. február 20-án kötött házasságot Kovács Gyula és Froszkó Fandika. Ennek az évfordulós fogadalomtételnek lehetünk most tanulni. La 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 Kedves vendégeink! Azért ültünk ma itt össze, hogy Kovács Gyula és Neje, Froszkó Fandika házasságkötésének 50. évfordulója alkalmából ismét fogadalmat tegyenek, és annak tanúi legyünk. Mit mond? Azt mondta, hogy tedd el fogad! 50 év, nagyon nagy idő, két szerető szív számára. Nem is volt szeretőm. És a huncos fali széges fájér vállalat ki volt? Ja, igen. Azért mondom. Mi jellemzi két ember kapcsolatát? Békesség, hűség, szeretet. Gondnokság alá akartok helyezni? Azt mondta, hogy hülyeség ellen nincs orvoknak. Hosszú utat tettetek meg együtt. Milyen útról beszél? A lenini útról. Ja, amikor elvittelek Velencébe. Hát, én csak a húcot van, itt vitted el, és te menged. Te szerencsétlen nyomorult. Ja, a feleségem. De vajon mi a titok? Mi tart össze két embert 50 évig? A lakás. A szeretet melege. Mit mond? Néha-néha... Mindig azt mondja, hogy meleg van. Néha-néha szeretnénk a homokórát is megállítani hosszú élet során. Ez a Monikáról is tud? Valami harmonikáról beszél. Ennek jegyében... Ez BKB ellenőr? Ennek jegyében fordulok hozzád, Kovács Gyula. Ki az a Gyula? Akarod-e házastársadul az itt megjelent Froszkó Fandikát? Miért már nem az? Felteszem a kérdést újból. Akarod-e házastársadul az itt megjelent Froszkó Fandikát? Mi maga a vállóperes ügyvéd? Persze, hogy akarja! Akarja, ha rosszat! Froszkó Fandika, akarod-e férjedül az itt megjelent Kovács Gyulát? Hát még az egyszer, igen. Anya, akkor te érdekből gyűsz hozzám? Dehogy is! A gyerekek akarták így! Hát nekünk vannak gyerekeink? Hát persze, hogy vannak! Hol vannak? Hát Amerikában! Ők küldik minden nyáron és télen azt a két doboz szardiniát. Ha-ha, gyerekek, elfogyott a szardínia. Istenem, miért nem a Kovács Pistihez mentem hozzá feleségül? Az egyetlen egy értelmes mondat az a bén vadárjesztőnek. Amióta az anyád földobta a bocskorát, azóta az ördögök fejtesse menekülnek a pokolból. De szerencsétlen, így kell beszélni az anyámról! Most, hogy ezután meg is vita után mindketten igent mondtatok, tessék egymást megcsókolni. Mit kell sokkolni? Engem kellene megcsókolni. Kovács Gyula, húzd fel a Fandika ujjára a gyűrűket. Az a gyönyörű kis ujjadat.
kicsit nehezen ment, no de minden, minden. Hogy is a gesztus marad a lényeg? Mi a gusztustalan? Te vagy a gusztustalan! Akkor mi volt az az ünnepség? A temetése. De ne örülj! Mert megváltoztattam a végrendeletemet. Nincs örökség. Mindent magamra irattam, és viszem magammal a sírba. Legfelese igaz. A hosszú házas élet során előforduló beceneveket. Mi ifjú házasok vagyunk, éjjel-nappal turbékolunk. A zöld fülű fér szól galambom, kutyuskám gügyögi az asszony, gyémántkukac, aranybogár, pillangó meg fintyő madár, círmos cicuska, kisegér, egy egész állatsereg lett. Szeretsz mókuskám? Nagyon! Én szeretlek! Később, ahogy múlnak az évek, vaskos szó is a nyelvünkre téved, kivált, ha összezördülünk, villámokat szól a szemünk. Már nincs kutyus, aranybogár, annál több ökör és szamár. Sündisznó, medve, vadbibaj, majmokból mindenféle faj. Már nem galamb és nem cica, csak holmi kotlóstyúk, liba, krákogó varjú, papagáj, Noé bárkája lesz a szánk. Megöregszünk, két vérmadár, üldögélünk a régi fán, eszünkbe jut az ifjú báj, gyémánt kukac, aranybogár, és egy egész állatsereg lett. Szeretsz vén varjú? Nem. Én szeretem. Sok szerencsét, boldogságot! Köszönjük szépen! Köszönjük!